az első olvasmányban, amikor olvassuk, hogy mi történik, hogy az apostolok, akik ott voltak az olajfák hegyén, látják Jézust fölmenni a mennybe, utána pedig visszatérnek abba a terembe, ahol az utolsó vacsorának volt a terme, emeleti teremnek írja az evangélium, aztán az apostolok cselekedetei. Ebben a teremben vannak valószínű a Jézus halála után is, ide jönnek vissza, itt imádkoznak, ez az a zárt ajtó, ami mögött ott vannak, és látjuk azt, hogy azért már sok minden változott az apostoloknak a viselkedésében, addig félnek, reszketnek, de most már, ahogyan Jézus sokszor megjelent nekik, kezd elmúlni ez a félelmük a haláltól, félelmük attól, hogy őket is megölik. Megértik azt, hogy van örök élet, ahol Jézus föltámadt, ahova fölment, és hogy már nem történhet velük semmi nagy tragédia itt ezen a földön, akármit is csinálnak velük a főpapok, mert úgyis folytatják az életüket a mennyek országában. És ez a béke már kezd eluralkodni ezeken az apostolokon, úgy látjuk már, amikor olvassuk ezeket a sorokat, majd később nagy változás történik pünköstkor, amikor már Péter kiáll és beszél, de egyenlőre látjuk azt, hogy már megkapják ezt a kegyelmet, hogy tudnak tanúságot tenni az örök életről, arról, hogy hisznek az örök életben, és ez a hit akkor erősödik meg bennük, amikor a föltámadt Jézussal találkoznak. És 40 napon keresztül, amikor Jézus megjelenik nekik sokszor, ez a hit erősödik meg bennük. Bennünk is ez a hit kell, hogy erősödjön folyamatosan mindig, amikor templomba jövünk, imádkozunk, otthon vagy itt, valamilyen kegyelmet kapunk, ima meghallgatás történik az életünkben, akkor mindig a föltámadt Jézusban levő hit kell, hogy erősödjön, hogy az Úristen szeret bennünket, és hogy az Úristen, ő akarja, hogy mi a mennyek országába legyünk. És amikor valamilyen veszély jelentkezik az életünkben, sokféle veszély látjuk, hogy fenyeget bennünket, sokszor olyan is, amit nem is veszély, de azt gondolunk, félünk tőle. Ilyenkor kell, hogy megerősödjön a föltámadt Jézusba vetett hitünk, hogy ő akar bennünket a mennyek országában. Ahova fő eljutott, imádkozzuk a szertartásokban, szentmiséken, ahova fő eljutott, oda szeretnénk, hogyha az egész test, az egyház eljutna. Amikor az evangéliumot olvassuk, ez Jézus főpapi imájából van ez a részlet, ahol gyakorlatilag az atyához imádkozik Jézus, és azt mondja, hogy örök életet adjon, az örök élet pedig az, hogy megismernek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Mi azt gondolnánk, hogy az örök élet a halálunk után kezdődik. De valójában itt azt olvassuk ebben a néhány mondatban, hogy az örök élet akkor kezdődik, amikor elkezdjük megismerni az Istent, az Atyát, Jézust, Szent Lelket, amikor elkezdődik a kapcsolatunk az Istennel, már akkor elkezdődik a számunkra az örök élet. Vagyis nem kell várni a halálunkig az örök életre, hanem az örök élet kezdődik, amikor már imádkozunk, amikor bármikor megtesszük az Úristen akaratát, ez már elkezdődött a számunkra az örök élet. Sőt, azt is lehet mondani, hogy az az ember, aki nem hajlandó, aki nem akarja az Istent megismerni a földi életében, aki tudatosan elutasítja, annak az embernek nem is fog elkezdődni az örök élet. Azért, mert az élete folyamán elutasította az Istent,
és ezért nem tud majd lenni az Úristennel halála után sem. Legalábbis mi emberek így gondolkodunk, lehet, hogy az Úristen másképp tesz mindenféle utat, lehetőséget felhasznál az Úristen az ember felé, hogy üdvözítse őt, de aki tudatosan elutasítja, azt nem tudja üdvözíteni. Búcsúzó embernek a szavait olvassuk ezekben a sorokban, aki elbúcsúzik a tanítványaitól, de látjuk azt, hogy Jézus nem csak búcsúzik, hanem ígéri a jelenlétét is. Alleluiában is halljuk, hogy nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok, és örül majd a szívetek. Minden elválás együtt van a búcsúzással, de együtt van a veszítéssel is, és ugye a legnagyobb elválás egy házas párnak az életében, amikor a házastársa távozik el a földi életből. Nagyon óvatosan tudok bármit is mondani ezzel kapcsolatban, mert nem éltem át nagy gyászt, nagy veszítést az életemben, még a szüleim is élnek. És talán még egy házastárs számára a házastársának a halála még nagyobb fájdalom, mint akár a szülőknek a halála, felnőtt ember szüleinek. Könyvből olvastam, talán azt lehet mondani, vagy az emberekkel beszélgettem, annyit tudok mondani a gyászról, de ahogyan látjuk az apostolokban, amikor Jézus meghal a kereszten, akkor a gyásznak a folyamatát kezdik átélni, hogy elveszítették azt, akit szerettek. És ezzel együtt nem csak egy embert veszítettek el, vagy Isten fiát, hanem elveszítették a terveiket, a reményeiket, az álmaikat, az életüket, azt lehet mondani. És hasonlót él át egy házastárs is, amikor elveszíti a házastársát, különösen amikor váratlanul, vagy akár fiatalon történik ez a veszítés, hogy az életének a fele elveszik az, amit ő addig a másik társa tett, azt mindent elveszített azzal együtt. És látjuk az apostoloknál, hogy az apostolok életében már így külsőleg messziről látva, hogy nem veszett el minden, hanem most kezdődik. Most kezdődik az, hogy a föltámadt Jézus megjelenik, vagy amikor a mennybe ment, újra átélhetik ezt a veszítést, hogy mindent elveszítettek, Jézus elment, és újra azt mondjuk, ugye, hogy nem veszítettek el mindent, hanem most kezdődik. Most kezdődik majd a Szentlélek eljövetele. Most kezdődik majd az egyháznak az élete. Most kezdődik majd az, hogy Jézus bennük jelen van és működik, ugyanazok a csodák kezdenek el történni az apostoloknak az életében, mint ami Jézus életében történt. Imádkoznak az emberekért is. Állandóan növekszik az egyház, mindig többen és többen vannak. Elkezdődik az első üldözés, megölik az első apostolt, István diákonust, újra azt gondolják, hogy minden elveszett, és szétszélednek egész Kis-Ázsiában, a Római Birodalomban. Újra azt lehet mondani, hogy most kezdődik minden. Most kezdődik növekedni, fejlődni az egyház. Egy halálesetnél annyit lehet talán mondani, hogy annak, aki meghalt, most kezdődik az örök élet. És nyilván, hogy sokféle szakasza van ennek a veszítésnek, akkor, amikor más szakasz, amikor elveszíti, más egy év múlva, más 5-10 év múlva, de egy új életet kell az embernek elkezdenie, és nem csak azt kell nézni, hogy mit veszített, hogy mennyi minden nehézség van, hanem lehetőségé is válik. Látjuk azt minden életszakaszban, amikor az ember éli az életét, hogy mindig lehet negatívan és pozitívan nézni azt az életszakaszt,
amikor egy fiatal akár azt gondolja, hogy neki nincs lehetősége szabadon döntenie, nem csinálhat bármit, de tanulhat, időt szakíthat a tanulásra, időt szakíthat a pihenésre. Amikor ez a szakasz befejeződik, felnőtté válik, akkor visszasírja azt, hogy milyen felhőtlen fiatalsága volt neki akkor. És már nem emlékszik arra, hogy ő azt sírta fiatalként vissza, hogy dönthessen szabadon. Most szabadon dönthet felnőttként, de ez terheli őt, nehézségé válik a számára. Hasonló lehet minden életszakaszban a számunkra, hogy nem csak a negatívat nézzük, azt, hogy nehéz, hanem vannak új lehetőségek és új életet kell az embernek állandóan kezdeni, és ez nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy valaki elveszítse a házastársát, hanem ez állandóan az embernek az életében előfordul, felnőnek a gyerekek, kimennek, már nincsenek itthon, külföldön tanulnak, dolgoznak, itt maradnak az idős szülők. Újra nem azt kell nézni, hogy most egyedül maradtak, ez is a valósághoz hozzátartozik, de az is hozzátartozik a valósághoz, hogy most az Úristen mit kér tőlünk, most mit akar. Gyászoló embert vigasztalja ez a mondat, amit Jézus mond, hogy nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok, és örül majd a szívetek. Vagyis mondhatjuk azt, hogy akár hogyan is vagyunk, az Úr Jézus mindig velünk van. És ez érvényes a házasságban is, hogy van, amikor a házasságban is megéli a magányt az ember. Hiába ott van közel a házastársa, van valami üresség, amit nem tud még a házastársa sem betölteni. Azért nem, mert az Úristen az, aki ezt az ürességet, ezt az űrt tudja betölteni, és sokkal nagyobb ez az űr, amikor a házastársa elhunyt valakinek, és ilyenkor kell, hogy akár több időt, több lehetőséget szálljon az ember az imádságra, Istennel való együttlétre, és az Úr Jézusnak a jelenlétét élheti át ilyenkor az ember. Készülünk a Szentlélek eljövetelére, akár a hét folyamán imádkozunk, többször kérjük, hogy a Szentlélek jöjjön el, legyen jelen az életünkben, alakítson át bennünket, formáljon bennünket, kössön össze bennünket a Szent Háromsággal, az Atyával, a Fiúval, hogy legyen jelen az életünkben, világítson a számunkra, mutassa a számunkra az utat a Szentlélek, erre is készülünk ez alatt a hét alatt.